Üdv villőmódon mindenkinek, a mai nap aztán belecsapunk a lecsóba, egy ilyen old school Asus alaplapot fogunk felújítani, egy, ez még ez, egy Ati Raidon 9550-es 256 megabájtos retro AGP-s videokártyával, hát ki se tudom szedni. Hoppá! A fenéket nem ezzel foglalkozunk, nem vagyunk mint egy csatorna. Na minden, nem foglalkozom ezzel. Na, tényleg van egy ilyen. Ebből is lehetne egy jó tartalmat készíteni. Szóval, amiért ma valóban itt vagyunk. Az ez. Meg ez. Ezt fogjuk lepárolni. Ha a nagy lepárlóba. Úgyhogy bízom benne, hogy sikerül. Úgyhogy gyerünk mindjárt. Be is fogom önteni. És akkor összeszerelem a dolgokat. És ugye ilyen jó kis húzatítani tárlat. Belenézünk, ezért van már benne rendesen, ilyen szépen felúszik majd mindjárt a kozmolaj, csak ez a hús és perc mozdulattal szépen leítatom. És amúgy ezzel így rengeteg kozmolajat le lehet itatni. Na még egy karika. Aha, ott van-e. Mindjárt. Így szépen körbe-körbe. Ez az. Nagyon jó. Jó illata van a dalszesznek. Egy fokkal tisztább, bár így nem látszik. Rengeteg a kozmó lejött. Ez itt teljesen jó szemszeg. Így ne. Úgyhogy már rakom is össze a rendszert. Szóval a fejlesztés az maga ez a csap. Nem ilyen csapot akarta venni, de mást nem kaptam így hirtelen. Viszont ha minden igaz, ez tökéletesen félcolos, nagyon jó. Mindjárt betekerem teflonnal. Lehet, hogyha megtalálom.
Olyan nincs, hogy valami eltérik. Ezt így szoktam megteflonozni. Így szépen széltébe. Így, és akkor pár menetet így bele. Lehet, hogy nem szakad el. De még így a menetbe is. Így. Kész. Ez általában nem szokott elérteni. Ez az. Jó. Nagyon jó. De majdnem sikerült. Így letekerünk még rá egyet. Nem baj az. Hoppá. Itt. Nagyon jó. Ez az. Ó, most lesz a jó. Ez az. Így, teljesen jó. Tehát jobban meg se kell húzni. Erre rámegy ez a csöcs. Remélhetőleg. Úgy. Ez miért mozog így ennyire? Aha, ilyen kis gyenge szemítés van alatta. Aha, nem baj. Ez az, nagyon jó. Szépen. Jó, meg van húzva. Ez az. Mindjárt gyorsan feltöltöm. Gyakorlatilag fel van töltve a hűtőtartály. Így szépen. Ezt a csapot kicseréltem, ugye? Ezt a csapot viszont nem cseréltem ki. Mert nem találtam olyat, ami így a lemezre két oldalról rá lehetne csavarozni. Egyenlőre azt még hagyom úgy, majd kitalálok rá valami okosságot, vagy csak annyi van hátra, hogy így előkészüljünk majd a párlatunknak a fogadására. Így. Tehát nyilván kellenek még a poharak a választáshoz. Egy pohár, két pohár, mindjárt veszem el a többit. És akkor itt van egyes, ketteske, hármaska, négyeske, és akkor nulla, és az lesz az utolsó. 25 liternek az 1%-a, az 2,5 deci. Hát remélem, hogy ebbe a 6 kis pohárba össze fog gyűlni az előpárlat. Rendesen, hogy az 1-2 százalék, hát 3 deci összesen. Hát remélem, hogy abba benne lesz az előpárlati rész. Most egyenlőre melegszik. Jó. Egy gyors tesztet megindítok a hűtésen. Csumára kinyitom. Ezt a hátsót, itt adok neki egy keveset, azaz. Azaz. Jó, ez egy kicsit durván lehet szabályozni ezzel a golyós csappal, de bízunk benne, hogy majd beállíthatom a áramlást jobban, mint a másik csappal, remélhetőleg. Úgyhogy ennyi. Egyenlőre, de majd visszatérünk. Tűz forró. Jó, azt már abszolút nem lehet megfogni. Sehol a páracsövet. Mindjárt megindul, remélhetőleg. Na, mikor érsz már le?
Hülyetlenül arra kíváncsi vagyok. Ez mondjuk elég hamar megindult egy olyan. Értelem, még nem indult meg, de kb. A háromnegyed órája kezdtem el a Talszesznek a melegítését. És nem sokára meg kell jelenjen. Hát tényleg. És megjelent a rézeleje. Szépen elkezdte, aha, ilyen jó hullámzóval indult meg, valószínűleg magas a hőfok a melegítéskor. Ez az, mint a réz eleje, szép, majd mindjárt megmutatom. Ez az. Szépen kidolgozza a rézoxidot a rézeleje. Lehet ezt mindenféle okossággal tisztítani, de a legjobb a tisztítás egyébként maga a lepárláskor. Szépen, szépen jön lefele. Ez akár még a blokkmosónak is jó lehet. Azaz. Nagyon szépen gyűjti. Igen, a nullás pohár ott van. Ez már tisztább párlat. Azaz. Nagyon szépen jön le. Ezt végigvágjuk. Ez lesz az apropó. Ha majdnem olyan, mint a mint egy ásemer videó, hogyha nem pofázni. De hogy ez a második pohár út lesz. Az az, köpje csak kifele. Ebben is van még egy kis rézeleje, de szépen tisztul. Még nagyon erős, ragasztós szaga van, mint a Technokor Rapidnak olyan szaga van. Úgyhogy ez még itt biztos nem jó. Viszont itt már lehet, hogy kezd majd gyengülni. Jó, jött a következő pohár. Hát remélem a hat pohárba bele fogok férni. Ez már jó. Kicsit lentebb veszem a hűtést.
Na, teljesen jó lesz. A réz elejét ezt ki kellett borítanom, mert nem volt elég a pohár. Mindjárt akkor hátulról előre fele megyünk, és akkor megnézzük, hogy mi az, amit még belöntek, meg mi az, ami nem. A réz elej az kijött. Tehát ezt már nem biztos, hogy meg fogom tudni mutatni. Óvatosan megnyitom a hűtést. Ez az. Megindult az áramlás. Ez jó lesz. Na, jött egy 4 liternyi párlat, ez végig 80% fölött van. Úgy jön a többi, most olyan 60%-nál van a kilépő párlatunk. Szépen elkezdett csökkenni, nagyon szép a párlat, nagyon szépen jön le. Úgyhogy most várom, hogy hol jön majd az utópárlati tényezők. Hűtőrendszer ezzel a csappal nagyon szépen lehet szabályozni, gyakorlatilag így beállítottam. Kicsit sok is, mert már folyik kifele. Ezt visszaveszem. Vissza is kellett. Na, ezt mondtam, hogy ezt a csövet majd cserélnem kell nagyobbra, mert nem jó az elnyeletése. És így valamikor így nagyon feljön. Úgyhogy ezzel még dolgozni kell, de tesztelgetem a rendszert, és akkor persze lesz majd még további fejlesztések. Az lenne az ideális eset, ha ezt a szintet tudnám folyamatosan tartani, úgyhogy hűl. Tehát a felső 1-2 centi az ilyen erősen kézmeleg, de az alja teljesen hideg. Most itt a csapálással lehet itt szórakozni, de én egy, tehát ezzel még foglalkozni kell, hogy jó legyen. Lehetne egy egyszerű valami vezérlést is összehozni. Erre de majd kiderül, de egyenlőre egyébként még sokkal jobb a párlat. Eddig ilyen 10 vödörnyi vizet raktam bele, hát még van még egy jó egy negyed. Ha szépen a tiszta pára. Tehát ez jó hideg víz. Szépen gyengyezik a felső spirálba körül a víz. Tehát adja le szépen a hő, szépen lehűl. Kicsit már vízköves, úgyhogy valószínűleg ezt is le kellene vízkövezni, mert ugye a vízhő az marha jó hőszigetelő anyag. És így kevésbé hatékony a hűtés. Szerintem, de hát majd valami okosabb ember megmondja nekem. Még kezdetnek amúgy, amúgy az nem rossz ezzel a technikával a lepárlás. Hát majd meglátjuk, hogy lesz időm ezzel tovább fejlődni. Mindenesetre szépen folyik kifele a párlat. Stabil, mint a magyar államháztartási hiány. Úgyhogy igen, alakul. És ott, hogy a pára ki van csapodva, tehát nem a tömítés enged, hanem a pára csepeg, beszarok. Nem rossz, nem rossz. Úgyhogy alakul, nem sokára elérik szerintem az utópárlatokat, mert az utópárlati tényezőket. Gyakorlatilag a középpárlat lejött, ilyen nincs más tárolóedényem, ezért ez a műanyag kanna van. Megmondom az őszintét, nem tudom, hogy mennyi lett a középpárlatnak az alkohol foka. Olyan 4500 alkohol foknál abba hagytam a középpárlat gyűjtését, mert ott már a erősen savanyú és utópárlati tényezők megjelentek, egyelőre még
gyűjtögetem az utópárlatot, hát ha esetleg összejön idén annyi, hogy megint tudok egy utópárlati tisztázást csinálni. Úgyhogy egyelőre mindjárt megnézem, hogy ez mennyi lett az annyi, és akkor jön a szika. És akkor megpróbálom belőni egy ilyen kevésbé erősebb alkoholfokra, mert család jelezte, hogy az az 50% plusz, az nagyon-nagyon erős nekik. Úgyhogy egy ilyen 45 környékére megpróbálom belőni, és akkor ezt is láthatjuk. Ez a legfontosabb, hogy tudjuk az alkoholfokot, hogy mennyi az annyi. Jó sokat bele, amúgy elég tiszta lett. Szerintem. 0 litra. Nagyon jó. Mindjárt mérünk egyet, hogy mennyi lett a közepes alkoholfokunk. A refraktométerrel, és ez egy olyan 72-3 alkohol fokos. Jó. Úgy szépen előveszik a fogolót, és akkor mindjárt meg is nézik, hogy mennyi az annyi. Tudom, hogy jó magas alkoholfokkal fog bírni, de hát ezt veszem elő. Hát egyel kisebb. Itt már lehet, hogy kijön a különbség a refraktométer és a 20-os fokoló között. Ez az. Ezzel ilyen 66 alkoholfoknak felel meg. Mindjárt megnézem a hőmérsékletét. Ami jelen pillanatban, hát kerek 20 fok. Tehát akkor ez 66 fokos. Talán 66 alkoholfokos, maradjunk így. Szakszerűen. Jó íze van. Az tényleg jó. Ez 66 alkoholfokos. És tudjuk, hogy ez 2 licskó. És akkor ugye azt tudjuk, hogy 7000 milliliter, tehát 7 liter a párlatunk. Tudjuk, hogy ugye 66 fokos. Ez 66%-os. Ez nem az, várjunk. Nem. Hát 7000-szer 0,66. Így van, mert 66 fokos. Kijön, hogy ebből 4620 ml az alkohol. És ahhoz, hogy ez 50%-os legyen, ugyanennyi vizet kell hozzáadni. Tehát ezt a 7000-ből kivonom a 4620-at, 2380 ml víz van most jelenleg benne, ez a 4620-ból kivonom ezt a 2380-ból 2380, tehát durván 2,2 liternyi vizet kell hozzáadni, hogy 50%-os legyen. Hát ezt most ki is próbáljuk. Az ion cserélt. Egyszer adok bele egy liternyit. Így mehet bele.
Mehet bele még egy liter. Így van. Ez még egy liter. Hát, hogy bele se fog férni. Ez már ugye ez már 9 liternyi párlat. Nagyon jó. Ezt fogjuk óvatosan összerázzuk. Így ne. Mondjuk. Megpróbálom úgy kitölteni, hogy jó. Mindig elég tiszta. Nagyon jó. Azért, hogy a fokolóval foglalkozzunk egy kicsit. Itt van az 50%-os. Megnézzük ezzel a történetet. Hát az a baj, hogy még nem látszik. Így. Ez az. Itt van az 50. Most kerek 55 alkoholfokos. Hát még azt a 2 decit. Mindjárt belelökjük. Közel 10 liternyi ez volt párlatunk, hát egész jól néz ki, illatra jó, még ennyit azért nem fogok meginni. De mondjuk egy kóstolónak egy ennyit szerintem nyugodtan, egész jól néz ki, illatra is jó. Ízében még nyers. Jó gyümölcs is amúgy. Ezért ez még 20. Mindjárt megnézzük, hogy ott sikerült a lepárlás. Jó gyümölcs is a illata, úgyhogy szerintem ez jól sikerült ez a lepárlás. Szépen miért el is zárom az utópárlat lepárlását is. Elzárjuk a gázt. Erősen pura forró a teteje. Már rég kifagyott a hordóból a hideg víz, de utópárlatnak úgy voltam vele, hogy már nem töltöm fel. Jó, ez így, ahogy van. Szépen lecsorgott. Lett ebből egy olyan... Itt egy 4 liter környéke utópárlat. Úgyhogy majd összegyűjtöm az idejében az utópárlatokat, és azt megpróbálom majd lepárolni. Elkezdtem csuklani, de hát igen, ez már jó erősen savanyú. Hoppá! Úgyhogy lassan elkezdem szétszedni a rendszert. A hűtővíz, az hűtőrendszer nagyon jól működik.
Hűtőrendszer szépen működött, egész jól lehetett szabályozni már ezzel a csappal, de ez golyós, ezzel annyira finoman nem lehet szabályozni, de tette a dolgát, hála az égnek. A nagyjal a tisztázás nagyon jól sikerült szerintem, elsőre. Olyan 45 alkoholfoknál kezdtem el a utópárlati tényezőket gyűjteni, ott éreztem azt, hogy ott az ott elég, még a pálinka eléggé nyers, 48 fokos környéke, nem határozottan, de biztos, hogy 50 alatt van. Ezzel a nagy döggel egész jól sikerült a tisztázás, úgyhogy tehát muszáj is volt azt a 25 liternyi kész alszeszt, másban nem tudtam volna lepárolni. Egy körben teljesen jól működött. Úgyhogy jó lepárlást mindenkinek, találkozunk, hát remélem nem sokára. Ja, a legfontosabb, iratkozz fel és lájkolj! Ez a legfontosabb dolog a világon.